Nagy Ferenci Mirellával beszélgettünk a kutyákról és kedvenc tárgyairól. A Györfi István Katolikus Általános Iskola második A-osztályosa. Nagy Ferenci Mirellával beszélgettünk a kutyákról és kedvenc tantárgyairól. Mesélj egy picit az iskolai életedről, melyek a kedvenc tárgyaid. A környezet, a technika és a rajz. Gondolom azért olvasni is csak szeret. Igen. Milyen versenyen voltál már? A böngész advent versenyen, és most a méhész logikai versenyen. Ez inkább egy kicsit a matematikát teszi előtérbe. Itt hogy szerepeltél, és mi volt a feladat? A böngész advent nagyon jó volt, és sokat kellett kézműveskedni. Akkor ezek szerint szereted ezt is. A méhész versenyen sikerült a feladatokat megoldani? Igen. Mi volt ott a legnehezebb? A párja, az nagyon nehéz volt. Azt gondolom, hogy picit bátrabban és merészebben fogsz mesélni arról, hogy milyen viszonyod van a kutyákkal, hiszen nagymamád a pici korod óta ott vagy a kutyás bemutatókon. Mesélj erről. Nagyon szeretem a kutyákat, 2 éves korom óta foglalkozom velük, és nagyon szeretem őket. Van kedvenc? Van. A kutyám Szamba. Mit kell tudni róla? Hogy nagyon ügyes, és mindenhova követ, még póráz nélkül is. És hát sokat is gyakorolsz vele otthon a mama udvarán, de mit jelent számodra az, hogy ott lehetsz, amíg lehetett, voltak bemutatók, hogy ott lehetsz ilyen kiskorodott a mama mellett? Az, hogy bemutathatom a kutyámat standardállításban és mozgásban. Ezt nem biztos, hogy mindenki tudja. Meséljük el, hogy ez mit jelent egy versenyen, mit kell ilyenkor csinálni. Bemutatni a kutyát, és megkéri a bíró, hogy fussunk pár kört, és akkor ezt megtesszük, és ha a kutyus ügyesen végzi el, akkor... Egyébként mamának több kutyája van. Melyik az a nagy kutya, ami azért majdnem akkora, mint te? Happy, a közép-ázsiai. Soha nem féltél a kutyáktól? Nem, és nem is fogok. És mit szeretnél csinálni, ha nagy leszel? A jövőben nézve is foglalkozni a kutyákkal. Szeretnéd ezt továbbvinni? Igen. Térjünk vissza egy picit a iskolára. Hogyan látod, milyen lesz az évvégi bizi? Szerintem 5-ös. Sokat tanultál ezért? Igen. Mi volt a legnehezebb ebben az évben? Szerintem a matematika és a magyar. Magyarból olvasás, vagy inkább a nyelvtan? A nyelvtan. És ezt hogy gyakoroltátok otthon? A gyakorló füzetbe írt anya elő, és meg kellett csinálni. Itt a tanteremben neked is van kint rajzod? Igen. Mit szeretsz egyébként rajzolni? Kutyákat.